Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kilkószoba Egyetem vezetője. Németországban, Franciaországban nagyon érdekes dolgokat figyelhetünk meg pszichológiai szempontból. Látjuk azt, hogy egyes pártok, nagyobb pártok is úgymond kezdenek ébredezni, és a saját vezetőik ellen fordulnak, a saját elnökeik ellen kezdenek fordulni, Németországban és Franciaországban. Megkérdezik tőlük, hogy most akkor mi történik? Miért kell ez a pandémia? Miért teszitek tönkre a gazdaságunkat? Hát nézzetek oda Svédországra, nézzetek oda Fehéroroszországra. Ott nincs ez a hatalmas nagy húzavonal, nincsenek a lezárások, a tiltások, ilyen tilalom, olyan tilalom, kijárási tilalom, bejárási tilalom, és mennyire normálisan működik a gazdaságuk. Hiszen ezek a pártok, akikről beszélek, német pártok, a francia pártok, ezek szorosan a gazdaságból élnek, hiszen a tőkések adományaiból élnek, ezért lassan fel fognak szólalni, hogy most akkor mi van, most teljesen elpusztul az ország, nem fog működni a gazdaság, álljunk már meg. Tehát ilyen hangok hallatszanak már most, de hát a világuralkodó elitjét ez nem érdekli, úgyhogy ez nagyon érdekes új fejlemény a pandémiában. Meglátjuk, hogy majd ebből még mi lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra.